következő percekben történelmet írunk. A program által megszerezhető pozíciók első ízben kerülnek ki a sztársra. Még senki sem tudja, milyen fokozatú tagja lesz a mai naptól a különleges eleven zenészek előadói közösségének. Szeretnénk megkérni Zoli bácsit, hogy adja át az okleveleket. Köszönöm szépen a szót. Meg is tenném átadnám ezeket az okleveleket, ugyanis itt pontosan arról van szó, amit tetszettek hallani, hogy a Kezek program első ízben adja át ezeket hát nem kitüntetéseket, hanem tényleg pozíciókat. Bevezettünk egy olyan rendszert, mint a katonaságnál, hogy különböző rendfokozatok vannak, csak hát nem úgy hívják őket majd a tizedes meg százados, hanem palántának, előadónak, zenekarvezetőnek, illetve örökös tagnak lehet majd őket választani. Az előadói fokozatok tulajdonképpen három részből állnak, egy bronz, egy ezüst és egy arany fokozatú előadónk létezik majd, hogy ki milyen pozíciót szerzett ma, illetve eddig, az most pillanatokon belül ki fog derülni. Én nagyon szeretnék megkérni segítségemet, mert Felség Atalint, hogy jöjj ide hozzá, nem tudom merre van. Kolléganőm. Nálad vannak az oklevelek ugyanis, ezért nagy segítségemre lesz, szükségem van őre. A következőt szeretném név szerint én elmondanám a gyerekeket, akik következnek, és nagyon szeretném, hogyha ez a gyermek, aki nevét hallja, az ide fáradna hozzám, átvenni tőlem az ajándékát, az oklevelet és a mellé tűzött ajándékot, jó? Tehát nem is szaporítom tovább a szót. Ki az első díjazottunk? Bronz előadói fokozatot kapott ma a Csai Gergő. Szeretném neked adni, és hozzá kapsz egy olyan gyönyörű szép bronzszínű kezek feliratú, méghozzá bronz előadó feliratú kis karkötőt, ami nagyon népszerű most a gyermekek körében, úgyhogy bátran és büszkén viselheted. Majd köszönjük szépen neked, hogy ilyen szuper voltál ma is. Következő díjazottunk, bronz előadói fokozat, Balog Eszter. Jöjjön, hölgyem! Tessék parancsolni, és neked is akkor a ajánlom. Igen, van egy kis hölgy, aki itt szerepelt, biztos emlékeznek rám, Furuján játszott önöknek, nagyon is szépen, úgy éreztem legalábbis, hogy fantasztikusan csinálta. Ő sajnos el kellett, hogy menjen már. Csefó Evelynnek hívják, bronz előadói fokozatot kapott. Később átadjuk majd is, hogy ezt is nagyon büszkék vagyunk rá, hogy szabjuk a hátulján szerintem. Még mindig a bronz előadóknál tartunk, Csesznok Erika a következő díjazottunk, merre vagy? Szervusz! Köszönjük szépen neked is, hogy itt voltál. Következő bronzfokozat előadunk, Fülöp Nikolett. Igen, jól hallottak. Tessék parancsolni. Ajaj. Haragszol. Jó van. Mosoly. Van egy bronz előadófokozatunk, még egy Garai Laura. Mert a Michael. Igen. Tessék parancsolni, Jörgen. Büszke legyen rá. Még mindig bronz. Írs Gergő. Amint tudják, hát ők Monferrán, klarinéton játszik, dobol és gongozik is egyben. Nem egyszerre ugyan, de nagyon jó, hogy neki mindegyik. Bronz előadói fokozat. Írs Réka. Hello Réka! Szia! Hát úgy jól. Büszke legyen te is rá, jó? Még egy bronz előadónk van, Kotrocó Krisztina. Gratulálom neked is. Szintén bronz, úgy látszik, hogy sokan vannak most bronzosok, ugyanis nem most vezettük be a dolgot. Mige Erik. Merre vagy? Megérdemlő is a kapcsolat, hatalmasabb adott már. Következő bronz előadói fokozat, Németh Viktória. Még egy bronz előadói fokozat. Pálfi Márk. Mert a gyönyörű. Szuper gitárosom. Örülnek nagyon. Örülnek. Jó? Utolsó bronz előadói fokozat. Szabó Ádám. Óriási tudtatát, köszönjük szépen neked is. Egyre följebb lépnénk. Ezüst előadói fokozat. Természetesen nem csak a teljesítményt, hanem az itt töltött időt is nézzük, hogy mennyi dolgozott már itt a Kezek csapatában az illető gyermek, úgyhogy ennek alapján is döntöttük.
Ezüstérlovi fokozat, Boros Péter. Nagyon szépen köszönöm neked is, és a legösségre azt is. Ezüst előadói fokozat, Gólián Róbert. Uram! Ezüst előadó, Grossman Daniel. Parancsolj! Büszkök vagyok állam! Ezüst előadó, Kun Kristóf. Nagyon jó vagyok! Utolsó ezüst előadói fokozatot osztjuk ki, Somogyi Kira részével. Jönnek az aranyok! Az első Tauzi Zsanett. Megvan! Őszintén gratulálom neked! Még egy arany előadói fokozat, Villás Sándor részével. Büszke vagyok rád is. És kérlek szépen, amit még hát nem sokan tudnak, mint csak egy-két ember, szerettünk volna egy örökös tagságot is kiosztani valakinek, ami hát tulajdonképpen egy megtisztelő cím. Mondhatnám, hogy semmi más, de hát ez egy óriási dolog, úgyhogy szeretném kifejezni én is, meg hát szerintem mindannyiunk a hálánkat azért, hogy ma itt lehetünk, és szeretnénk Vojvod és Marina részére ezt átadni. Nagyon köszönöm neked mindent! A gyerekek! Az élet írja híreket, nehogy nem találtam el. Az élet írja híreket, nem figyelni nem lehet, mert a sorok között mindig ott vagyunk. Lehet fábrikájakon, vagy épp a másik oldalon, de Isten bizony összetartozunk. Az ember írja az életet, és a többet. Yeah.
Sziasztok, viszlát!